napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a tisztelt egybegyűlteket és a Régió Televízió nézőit ezen a kellemes nyárvégi napon, amelyen a Kartali Asszony Kórus megalakulásának 30. évfordulóját ünnepeljük. Egy bejelentéssel tartozom önöknek. Tóth Ilkó Mihály polgármester úr sajnálatát fejezi ki azért, hogy vírusos betegsége miatt nem tud részt venni a Kartali Asszony Kórus, egyben Kartal nagyközség kiemelkedően jeles ünnepén. Felkért, hogy távol létében közvetítsem az országszerte méltán elismert csoport és vezetőjük Walter Menyhértné felé elismerését a jubileumi évfordulóhoz. Köszöni, hogy 1992 óta hagyománnyá vált népzenei találkozót magas szintű tudásukkal, szakmai kapcsolataikkal minden évben meg tudjuk Kartalon rendezni. A mai rendezvényhez sok sikert, a megjelent vendégeknek pedig emlékezetes pillanatokat kíván. Kartal nagyközség önkormányzata és a maga nevében köszönti a 30 éves jubileumát ünneplő Kartali Asszony Kórust. Szeretném még elmondani, hogy a műsorral párhuzamosan ingyenes vérnyomás, vércukor és véroxigén mérésen vehetnek részt, valamint arc és henna festéssel kedveskedik önöknek a Védőkarok Alapítvány és Balázs Zsoltné Bagról. A Kartali Gyűszűkör kézműves foglalkozással és árusítással várja az érdeklődőket, ahol alkalmuk nyílik bepillantani a fazekasság mesterség rejtelmeibe, és ki is próbálhatják a különböző fogásokat. Most pedig kérem, hogy az asszonykórus segítségével közösen énekeljük el a himnuszt, és ezzel megnyitom népzenei találkozónkat. Isten áld meg a magyar, jó kedvelősége, nyújts feléje,
másdik nem víz. Törölközik piros rózsa levelén, két orcája fehérek a hónán, piros sápa, piros pünkösdi rózsának. Barna regény, nem muszáj haragudni, hanem szeretsz, nem muszáj hozzám járni. Kikísérlek, be se zárom az ajtót, várom azt a hű szeretőm, aki volt. Kikísérlek, be se zárom az ajtót, várom azt a hű szeretőm, aki.
hordja el a sej, hordja el a darutól laskalapja. Ha nincs benne, nem is kötött néki bokrita, sej, hordja el a sej, hordja el a darutól laskalapja. Kára tiszta búzát ihajla, korán learatni. Kára barna kis jánt ihajla, korán férhez adni. Korán férhez adják, menyecske, megszelídül szépen. Akár csak a dallos pacsírta, fönn a magos égen. Korán férhez adják, menyecske, megszelídül szépen. Akár csak a dallos pacsírta, fönn a magos égen. Tiszta búzát öntötte magaradba, most vagyok a szeretőmmel haragba, az is leszek szeretőmmel haragba, még a búza benne lesz a garadba. Nem adják a tiszta búzát a rózsit, elveszik a csúnya jántajussáit, mert mind olyan a mostani legénység, a vagyoni köri a nehézség. Mert mind olyan a mostani legénység, a vagyoni köri a nehézség. Az élet mit sem ér ünnep nélkül, az ünnep száraz ének nélkül. Az élet megfagy lélek nélkül, az ünnep az élet virágos kertje, az ének a legszebb virág benne, s ez a legszebb virág a lelket fölragyogtatja. Az ének hűség otthonunkhoz, hűség múltunkhoz, édesapánkhoz, édesanyánkhoz, történelmünkhöz. Hűség az anyanyelvhez és önmagunkhoz. Ezzel az idézettel köszöntöm a Kartali Asszony Kórus 30. jubileumi ünnepségén megjelent kedves vendégeinket, melyre országhatárainkon innen és túlról hívtuk meg a Kodály örökséget megőrző népdalköröket. Nagy öröm ez a találkozás, ilyenkor valóban érvényesül a mondás, hogy a zene nem ismer határokat. A hit és az ének viszonyáról úgy tartja a mondás, aki szépen énekel, az kétszeresen is imádkozik. Szent Ágoston mondta több száz évvel ezelőtt e bölcs gondolatot, és most modern világunkban is érezzük, hogy milyen fontos életünkben a dal, a hangok és a hit harmóniája. A mai szép napon, kis boldogasszony, azaz Szűz Mária születése napján kérem, hogy Tamási József címzetes apát plébános atyával közösen imádkozva adjunk hálát a múltért, és könyörögjünk, hogy a jelenben és a jövőben továbbra is legyen oltalmazónk a mi égi édesanyánk. Kedves asszonykórus, kedves asszonyok, lányok, férfiak, férfiak és gyerekek! Mikor ide érkeztem, először megörültem nagyon, mert azt hittem, hogy ezek élő gyerekek. És hű, mondom, de jó, itt is vannak apróságok, úgymond pincurkák. Aztán körülnéztem, és azért enyhült a fájdalmam, mert ott van egy padra fölsorakozó gyereksereg. Honnan jöttetek ti? Kartaliak, szuper! Na, legalább jó, hogy van gyerekkórus is, mert egyébként a kartaliak még délutáni sziesztát tartanak, úgy látom, mert nem nagyon jöttek ki ide, ami pedig nem akármilyen szent helye Kartalnak, mert de dobog a szíve valahol odafönt Petőfi Sándornak, hogy ez róla elnevezett téren, ahol szobra is van, fölcsendülnek ezek a szép népdalok. Hisz hát itt ugye az emeletes ház után, ha a vendégek közül valaki netán ne tudná, volt az a mészárszék, ahol az öreg Petrovics István mérte a húst. Úgyhogy itt, ahol tetszenek ácsorogni, ücsörögni, itt sétafikált Petőfi Sándor, akkor még
Petrovics Sándor néven, de aztán később világhírei szertéve ezzel a fölvett névvel, a Petőfi névvel. Nem akárhol vagyunk, és nem akármilyen programon. Azt mondjuk mi magyarok, hogy hagyományőrzők. Hagyományőrző az, aki fölvesz egy ilyen szép ruhát, akár kartali, akár nem kartali, és persze nem csak az asszony kórus gyönyörű ruháját, hanem ezt a nagyon szép ruhát, amivel a templomba járóknak egy része is még ma is levegőt, csodálatos hangulatot ad templomainknak. Milyen érdekes ez a szó, hogy hagyomány. Ugye az van benne, hogy hagyom. Pedig aki hagyományőrző, az tulajdonképpen azért hagyományőrző, mert nem hagyja, hogy elvesszen az az érték, amit ő kapott a nagymamájától, az édesapjától, akár legyen az hímezni tudás, vagy hímzett ruhát fölvenni tudás, netán énekhanggal kísérve, ahogy itt most lesz benne részünk. Hát ne is hagyjuk. Egy kicsit fájjon a szíve minden hagyományőrzőnek, ha azt látja, hogy a következő generáció veszélyhelyzetben van, mert már nem vesz föl népviseletes ruhát, már nem énekel egy ilyen asszonykórusba vagy egyéb kórusba, vagy éppenséggel már nem tudja, hogy szeptember 8-a kisboldog asszony ünnepe. És hányan és hányan nem tudják. Meg hát, hogy egyáltalán miért kell nekünk ezt a Szűz Máriát emlegetni? Hisz hát 2000 évvel ezelőtt élt itt a földön, akkor se itt Magyarországon, hanem Izrael földjén, Názáret, Jeruzsálem, Kána környékén. Pedig de jó annak a nemzetnek, amelynek ráadásul királynője lett, és ezért Regnum Marianum a mi országunk. Ez az égi édesanyja, vagyis Jézus édesanyja. Hát kívánom ennek a kórusnak, kívánom a kartaliaknak, hogy őrizzék a hagyományt. Ne hagyják, hogy elvesszen a népviselet, az ének és a kereszténység. Ha a három közül bármelyik is megkopik, vegyük észre, a másik kettő is vészhelyzetben van. Mind a háromra szükség van. Ezért kívánom, hogy Isten adta boldogsággal ünnepeljük, és köszöntsük a 30 éves kórust. Hogy rá is imádkozzunk-e? Hát nem tudom. Akkor én azt mondom, az Üdvözlégy Mária illik ide, hisz ő az asszonyok asszonya, és hát ő az, akit ma ünnepelünk. Így hát, akinek van kedve, csatlakozzon hozzám. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Legyen megáldva ez a gyönyörű hangú kórus, és minden a mai napra vendégként kartalra érkező ember. További jó szórakozást, nemes kultúrát kívánok. Köszönöm, hogy meghallgattam. Felkérem Vécsei László Pest megyei országgyűlési képviselőt, aki szintén megtisztelte rendezvényünket, köszöntse az ünnepelteket. Tisztelt kartaliak, kedves és tisztelt asszonykórus minden tagja, és sok szeretettel engedjék meg, hogy köszöntsem a vendégkórusok minden tagját, és mindenkit, akit kartal ezen a szép napon vendégül lát. És engedjék meg nekem, hogy a plébános úrnál még messzebbre menjek vissza az időben, nem csak Petrovics Józsefig, hanem egészen a honfoglalásig. Bizonyára mindenki tudja, úgyhogy a madaraknak és az égnek is elmondjuk, hogy Kartal nagy hagyományú, ősi és büszke település. Egészen az Árpád korig nyúlnak vissza a hagyományai. Éppen ezért, amikor a kartali asszonykórus nagyon stílszerűen egy Mária énekkel indít egy ilyen kórus találkozót,
akkor mintegy megidézi azt az elmúlt 1000 évet, megidézi Kartal történelmet, és megidézi a magyar történelmet is, egészen az atya által már megidézett felajánlásig nyúlunk vissza, amikor is Szent István király Mária, Szűz Mária kezébe ajánlotta az országot. Hát innen indul Kartal történelme, innen indult a mai kórus találkozó, és azt gondolom, hogy az indulás, mint általában a dolgoknak, úgy megszabja az egész menetét. Megszabja, hiszen az örökségünkről van szó a mai napon. Arról az örökségről, amit sokféleképpen ápolunk. Nagyjaink, mindjárt emlékszünk rá, azt mondták valamikor, hogy a nyelvében él a nemzet. Nyelv azonban nem csak beszélt nyelv van, hanem többféle. Van zenei anyanyelv is. Aztán van olyan anyanyelv is, ami a kezünkben, a génjeinkben van. Itt például, hogyha szemünk sarkából oda nézünk, az agyagozás, a népi kismesterségek, ez mind-mind hozzátartozik az életünk alapjához, ahhoz az örökséghez, amit kaptunk az elődeinktől. És ebben az örökség őrzésben, ápolásban Kartal mindig élen járt. A Palóc föld déli peremén vagyunk, és a mi településeink itt a közelebbi és távolabbi régióban, így az én szülőfalum Szada is, részese ennek a hagyományápolásnak, és én szadai polgármesterként találkoztam néhányszor azzal a csodával, amit a kartali asszonykórus elénk tár, és egy picit mindig irigyeltem. Irigyeltem, mert láttam, hogy a kartaliaknál ez nagyon jól megy. Nem minden település büszkélkedhet ilyen aktív hagyományőrző, ilyen aktív örökségvédő munkával, mint Kartal. És azt hadd mondjam még el önöknek, hogy a napokban pénteken egy nagy világtalálkozón vettem részt. A finnugor népek 6. világtalálkozója volt Siófokon, talán hallottak róla. Számomra is meglepő volt, kiderült, hogy 23 finnugor nép van a világon. 23. És van olyan finnugor nép, amely mindössze 80 főt számlál. Annyira pici. És az a 80 fős finnugor nép képviseletében 2 fővel ott volt a világtalálkozón. Beszéltek a nyelvükön, és énekeltek a nyelvükön. Az a 80 ember, 80 boldog ember, noha kétnyelvűek, de őrzik a hagyományukat, őrzik azt az örökséget, amit az ősöktől kaptak. Hát, hadd kívánjak a kórus találkozónak, és hadd kívánjak a kartali asszonykórusnak még egyszer nagyon sok erőt, lelki erőt ahhoz a munkához, amit persze ők nem munkaként élnek meg, hanem hál' Istennek mosolygó arccal és nagy-nagy örömmel, de mégiscsak munka. Tehát ahhoz a munkához, mindannyiuknak ahhoz a munkához, amivel a hagyományt ápolják, amivel az örökségüket őrzik. És nem kell elkeseredni attól, ezt sokszor elmondom, amikor hasonló helyzetbe kerülök, nem kell elkeseredni attól, ha úgy tűnik, hogy nem vagyunk sokan. Sokan vagyunk. Sokan vagyunk, és a hagyomány, ha belegondolunk, az örökség olyan, mint egy apró mag. Olyan, mint egy kipusztult erdőben a gyökér darabkák. Biztosan sokan látták már néhány apró elszórt magból, néhány tépett gyökér darabból, hatalmas lombos erdők nőnek. És ezeknek az árnyékába, védelmében mindig be lehet húzódni. Hát ilyen a hagyomány. Ahhoz kívánok tehát nagyon sok erőt a vendégkórusoknak és a kartali asszonykórusnak is, hogy ezt a szép munkát a mai napon elvégezzék. És Margitkának, Margónak hadd adjam át ezt a csokor virágot, amit természetesen a kartali asszonykórus minden tagjának, a kartali hagyományőrzőknek szánok. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Felkérem Rehorovszki Gáborné, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnökét, hogy köszöntse az ünnepelteket és a megjelenteket. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt Kartal Nagyközség polgármestere és képviselőtestülete nevében. Külön köszöntöm Rozgonyi Krisztinát, a Kóda népzenei munkatársát, dr. Gerzanics Magdolna népzenekutatót, Vécsai László országgyűlési képviselőt, valamint Podza Klára előadóművészt és népi ének oktatót. Köszöntöm a kistérségből érkezett polgármestereket, valamint tisztelettel köszöntöm az egyházak képviselőit. Köszöntöm azokat a vendégkórusokat, akik színvonalas műsorukkal emelik a fényét ennek a mai ünnepnek. És utoljára, de nem utolsó sorban azokat, akiket ma ünnepelünk, akik ezt a népzenei találkozót elindították, és hosszú évek óta megrendezik őket, a 30 éves jubileumát ünneplő Kartali Asszonykórust. Kérnék egy nagy tapsot nekik. Sok-sok évvel ezelőtt, 1982. szeptemberében alakultak újjá. Szűkebb hazájuk a Galgamente és Kartal hagyományait hitelesen ápoló közösséggé váltak. Megtartották népszokásaikat, megőrizték népviseletüket. Műsoraik repertoárja a Galgamente és Kartal népdalaiból áll. A kóruspróbák jó hangulata, a közös kirándulások, a bálok, az éneklés öröme, a népdalok szeretete, a hagyományőrzés, az értékmegőrzés egy nagy családdá kovácsolta őket. E hosszú időn keresztül vezetőik Martonné Sági Mária, Mackó Mária, Hintalan László, valamint a 15 éve élükön álló Walter Mennyértné Margó irányításával rakétaként felfelő ívelő pályát futottak be. A 90-es évek végétől sorra gyűjtötték be a legrangosabb elismeréseket. Az országos minősítéseken aranyfokozatot, 6 alkalommal aranypávadíjat, 3 alkalommal aranypáva nagydíjat, a Vas Lajos díjat pedig 3-szor kapták meg. De a külön díjak száma is megszámlálhatatlan, a népzene iránti elkötelezettségükért, hagyományőrző tevékenységükért. Csak néhányat sorolnék a teljesség igénye nélkül. Pest megye művészetéért, Kóta díj, Nívó díj az Egri Fesztiválon, Portorő díj, és a sor itt még nem érhet véget. Televíziós és rádió felvételeikkel, CD-ikkel, szépen csengő népdalaikkal vitték hírüket fellépésről fellépésre, az ország minden részébe, valamint a határokon is túlra, Szlovákiába, Ukrajnába, Erdélybe, de még a görög tengerpart is a kartali népdalokkal együtt morajlott egy-egy nyári napon. Szülőfalujuk ünnepségeinek kihagyhatatlan részei voltak, a közösség, a község kulturális életének fontos színfoltjai a mai napig. Ezen a napon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm polgármesterünk és a képviselőtestület nevében a kórus minden tagját, és kívánom minnyájuknak, hogy erőben, egészségben, ugyanilyen hittel, szeretettel daloljanak tovább, mint ahogyan ezt tették. Mert a dal lelket melenget, megszépít, felemel. És ahogy Babits Mihály mondta, mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Köszönöm, hogy meghallgattak. A Kartali Asszonykórus 30 éves jubileuma alkalmából Kartal község kulturális életében a hagyományőrzés területén kifejtett munkájáért és a kartali asszonykórus tevékenységében való aktív részvételéért elismerő oklevélben részesítjük az asszonykórus jelenlegi tagjait, és fogadják szeretettel a gyűszűkör tagjai által hímzett jubileumi zsebkendőket is. Kérem Kossz bizottság elnökét, hogy adját
Saska Jánosnénak. Kozjár Pálné. Necpál Jánosné. Petróci Zoltánné. Hajdú Pálné. Szelei Józsefné. Deák Mihályné. Kis Tiborné. Csernyik Miklósné. Deák Istvánné. Szőke Istvánné itt van? Nincs. Konko Istvánné. Serfőző Józsefné. Deák Mihályné. És most azokat a tagokat is kérném a színpadra, akik több éves munkájukkal szintén hozzájárultak az elért sikerekhez. Mészárosné Varjú Angyélka. Péter Istvánné. Rékasi Lászlóné, úgy tudom, ő se tudott eljönni. Konkoly Jánosné, ő sincs. Lantos Lászlóné. És Varga Brigitta. Kérem, emlékezzünk meg azokról tagokról is, akik már nem lehetnek közöttünk, de hiszem, hogy a Végtelen Mennyei Kórusban tovább énekelnek. Berecki Mihályné. Csóré Pálné. Fekete Jánosné. Gregus Jánosné. Kádár Károlyné.
Kovács Imréné, és hogy is mi? Magyar Andrásné, és Zámbó Andrásné. Akinek az Isten hangot adott, az használja. Használja ne csak a maga örömére, hanem mások javára is. Egy jó adottságú kórus alapja a gyümölcsöt hozó munkának, de ahhoz, hogy határainkon belül és túl is megismerhették Kartal hagyományait, és öregbítették községünk hírnevét, szakmai hozzáértésre és irányításra is szükség volt. Most szeretnénk megköszönni a jelenlegi és a volt kórus vezetőknek, hogy áldozatos és fáradhatatlan munkájukkal nagy mértékben hozzájárultak az eredményekhez. Martonné Sági Mária, községünk akkori kántora, az újjáalakulástól 4 éven át vezette a csoportot. Sajnos róla nem rendelkezünk információval, így nem tudtuk őt felkutatni. Hintalan László 3 évig dolgozott együtt eredményesen a kórustagokkal. Nagyon szeretett volna részt venni ezen a találkozón, de egy váratlan családi esemény miatt kérem, engedjék meg, hogy felolvassam üdvözlő sorait. Kedves kartali asszonykórus, igen tisztelt kartaliak mindnyájan. Volt néhány év, amikor vezetője lehettem a kartali asszonykórusnak. Igen nagy örömmel tölt el, hogy képes volt e közösség azóta is folyamatosan megújulni, hirdetve ezáltal a magyar lélek életerejét a csoportban, a faluban. Kartal közössége nagyon messze nyúló értékeket őriz. Az eddig feltárt, őrzött és az asszonykórus által is tovább örökített dalokon túl vannak még olyan értékek, melyek meglátásához még csak ezután fog felnyílni az emberiség szeme, értelme, lelke. Legyen itt ennek bizonyítására egyetlen kartali népdalszöveg. 3 csillag van az égen sorjában, a 3. csillagnak nincsen párja, a 3. csillag párja én vagyok, mert már engem a szeretőm elhagyott. Mi a 3 csillag sorjában? Az égbolton látható Orion csillagkép középső 3 csillaga öve. Más elnevezése ennek Nimród csillagkép. A Nimród pedig hagyományaink szerint a magyarság égi ősi apja. A magyarság származásának ősforrása. Vagyis a kartaliak az ősforrásig őrzik a hajszál gyökereket. És ez nem kevés. Az asszonykórus állhat 10-15-20 tagból is, de ha igazán közösség és énekelve lelkét árasztja szét a többi ember felé, akkor akárhányan is vannak, egyek. És az egy pedig a teremtőhöz, az Istenhez vezető út kapuja. Kívánom végül, hogy a további években is legyenek egyek, hűséges vezetőjükkel együtt, munkájukon legyen áldás. Az asszonykórus, Kartal lakóközössége, vezetői tudatosítsák bátran, Kartal aranyhegy tetején ül, aminek méltó őrzése, büszkeség, de kemény kötelesség is. Isten önökkel, Hintalan László. Matkó Mária népdalénekes vezetésével 6 éven keresztül folytatódott az asszonykórus felfelé ívelő pályája. Ő sajnos most máshol teljesít énekes szolgálatát, így nem tud jelen lenni rendezvényünken. A jelenlegi vezető, Walter Menyhértné, 15 év odaadó és kitartó munkájával juttatta el az asszonyokat az ország egyik, a szakma által legjobban elismert kórusai közé. Kérem, vegye át az elismerő oklevelet. Ez igen-igen hosszú év, még egy ember életében is, hát még egy csoportéban.
Az összetartó erő, a lelkesedés, a felelősség, amely megkívánja, hogy őrizzék ezeket a szép hagyományokat, népdalaink legszebbjeit. E nemes és felelősségteljes munkában komoly megtartó szerep jutott a Kartali Asszonykórusnak, mely a Vas Lajos Szövetség és a Kóta tagja is. Felkérem a szakma megjelent képviselőit, méltassák a 30 éves asszonykórust, és a Kóta díszoklevelét, emléklapjait adják át. Dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató, a Vas Lajos Szövetség vezetőségi tagja, és Rozgonyi Krisztina, a Kóta népzenei munkatársa fárad a színpadra. Egy lángot adok, ápold, s add tovább. Csillaggal álmodik az éjszaka, és lidérc fénnyel álmodik a szívem. Egy lángot adok, ápold, add tovább, és gondozd híven. Egy lángot adok, én is kaptam azt, messziről, mint egy mennyei vigaszt. Egy lángot, amely forraszt s összefűz. Mivel abban a megtiszteltetésben van részem, hogy minden esztendőben kapok meghívást erre a szép ünnepre, és hála Istennek egyéb helyen is élvezhetem ennek a csodálatos csoportnak a szereplését. Hát minden alkalommal én magam is el szoktam mondani mindazt a szépet, azt a sok jót, amit most az előbb hallottunk. Nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni. És mindenek előtt, mivel ez mindig így van, éppen az ünnepelteknek kell hátat fordítanom, hogy a közönséggel ne legyek udvariatlan, tőlük elnézést kérek, és visszatérek ahhoz, hogy azon gondolkoztam, mikor ezt a nagyon szép felkérést kaptam, hogy mit is mondhatok, ami új. Mert hiszen mindenki tudja, mindenki hallotta most is azt, hogy milyen gyönyörűen, tisztán énekelnek a kartaliak, milyen gyönyörűek megjelenésben is, ahogy őrzik a viseletüket, a cipőjüktől kezdve a fejük tetején lévő pipiskéig, minden szakszerű, gyönyörű, eredeti, amit nagyon-nagyon köszönünk nekik. És azért gondoltam, hogy Reményik Sándornak az Örök tűz című verséből hozok egy részletet, mert abban minden megfogalmazódik, ami a kartaliakra érvényes. Azt mondja, hogy összefűz. Igen. 30 évig összetartozni, 30 évig énekelni, 30 évig elviselni egymásnak esetleges hibáit. 30 évig meghallani a másik problémáit. Nem mindig könnyű, de gyönyörű. Sajnos manapság nap mint nap tapasztaljuk azt, hogy milyen hidegség, ridegség költözött sokszor az emberekbe. Milyen közömbösség uralkodik rajtuk. Akkor boldogok lehetünk, hogy a kartali asszonykórus nem ilyen. Ők maguk is összetartanak, örömet szereznek másoknak gyönyörű szép énekükkel. De hadd mondjak itt egy cáfolatot. Én úgy jöttem ide, hogy én nem 30 évet ünneplek. Gratulálok a 30 évhez, csodálatos, és elhangzott, hogy az a megújult csoport az 30 éves. Én úgy jöttem ide,
hogy 42 éves ünnepelteket ünneplek. Mégpedig azért, mert volt egy ember, mindannyian tudjuk, Vas Lajosnak hívták, egy csodálatos ember volt. Nem tudok róla csak meghatottsággal és hálával beszélni, aki nagy zeneszerző, karmester, karnagy volt, és azon kívül népdalgyűjtő, és nem utolsó sorban terjesztője a népdalnak. Ő a Röpűpáva mozgalommal újra tanította, hogy milyen érték a népdal. Újra tanította, hogy énekeljünk együtt, hogy becsüljük meg a népdalainkat. A kezemben tartok egy újságot, ami 1970-ben készült. Abban van egy Vas Lajos kép, egy cikk róla, egy riport, és milyen csoportot ábrázol a kép? Kiket ábrázol? Mint a kartali asszonyokat. Jaj, köszönöm szépen, elnézést kérek. Én meghatottsággal vettem ezt kézbe, hiszen én is akkor ismerkedtem meg Vas Lajossal, és utána nagy megtiszteltetés a számomra, és ma is töltőzöm abból a 3 évből, amit együtt tölthettem vele, és dolgozhattam vele. De én nagyon-nagyon büszke voltam, és nagyon meglepődtem, és megköszöntem azt, hogy megtaláltam ezt az újságot a holmim között, és ezt most elhozhattam a helyi kis múzeum vagy kiállítás számára. 1970. január 17-e. Mit is mondott akkor Vas Lajos? Akkor is ugyanazt a közhelyet kérdezték tőle, hogy érdemes-e még népdal gyűjteni Bartók, Kodály, stb. Után, hiszen nem lehet már találni. Ebben a cikkben válaszol, tehát el lehet olvasni, válaszol, és azt mondja, hogy a népdalt csak az nem értékeli, aki a szó legjobb értelmében nem elég naív, vagy nagyon műveletlen. Mert a népdal örökértékű. A népdalnak mindig meg lesz az értéke, helye, szépsége. És ez így igaz. Nem akartam itt most felolvasni önöknek, de gondolom, hogy lehetőségük lesz, hiszen ez bekerül a helyi gyűjtemény közé. Az, hogy most itt ünnepelhetünk, az nagyon-nagyon sok embernek köszönhető. Természetesen, hogy itt és a legtovább Walter Menyhértnének jár a köszönet, de jár természetesen az asszonyoknak is, és én szeretném a hozzátartozóknak is megköszönni, hogy segítették, buzdították hozzátartozóikat ahhoz, hogy kitartsanak, hogy szeressenek énekelni, hogy ne áldozatnak, nem föláldozzák az idejüket, hanem örömet jelent a számukra. Én sokáig tanulmányoztam a zene, az ének hatását az emberekre. És higgyék el, hogy nem közhely, amit mondok, hogy igenis gyógyít a zene. És aki képes kiállni és énekelni, az gyógyul.
az gyógyítja a másik embert. Mert ugye az is egy gyönyörű mondása Kodálynak, hogy ha egy ember énekel, az milyen jó, ha két ember énekel, ó, az is nagyszerű. De ha ennyi ember énekel, az maga a harmónia. És én azt hiszem, hogy erre a harmóniára van ma, és mindig igen-igen nagy szükségünk. Mielőtt a Kóta és a Vas Lajos Népzenei Szövetség nevében megismételném jó kívánságaimat és köszönetemet, engedjék meg, hogy olyan valakinek tolmácsoljam a szavait, és elnézést, ha kicsit elfogódott leszek, akit önök is nagyon szeretnek, és én magam is a legnagyobb tisztelettel gondolok rá. Az este későn, 9 óra körül megszólalt a telefon, és dr. Orsvai Imre hívott föl telefonon, és tudjuk mindnyájan, hogy milyen nagy beteg, minden másnap dialízisre hordják, és emellett a köztes napokon is elég zárt életet kell, hogy éljen. Sok ember előtt köztudott ez, hogy miért. Lejött, megkereste a lehetőséget, hogy felhívjam telefonon. Ismétlem, elzártan él a világtól. Azért, hogy adjam át üdvözletét. Adjam át jó kívánságait. És adjam át azt a köszönetet, amit a tudós ember, dr. Orsvai Imre, mint népzenekutató tapasztalt, és azt a nagy-nagy tiszteletet, amivel üdvözli ezt a nagyszerű csoportot. Ezt most megtettem, és köszönöm, hogy itt lehettem, és további sok-sok sikert kívánok mindenkinek, azoknak is, akik hallhatják a Kartali Népdalkórust, és természetesen az ünnepelteknek is. Köszönöm szépen!
kedves kartaliak, kedves vendégek! Én megköszönöm, hogy megtiszteltek ezen a szép napon. 16 évvel ezelőtt vettem át az asszonykórust, 15 évig voltam a művelődési házban, mint vezető, és azóta is átjárok versegről, és nagy szívesen csinálom. Valamikor tanáraim, akikhez jártam tanulni a népdal éneklés módszereit, mindig azt mondták, hogy szolgáljam a hagyományt, és továbbra is ezt szeretném csinálni, amíg tudom. Szívesen jövök Kartalra, mert a szívemhez lőttek a kartaliak, és félig kartali vagyok, mert az édesanyám kartali volt. Engedjék meg, hogy megköszönjem az asszonykórus nevébe ezt szép köszöntést, és azt, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. És további jó szórakozást kívánok! Az előttem szólók már méltatták a szép eredményeket elért csoport és vezetők érdemeit, mégis szeretnék még megosztani önökkel pár szép emléket. Számos rádió és televíziós szerepléseik közül kiemelnék egy párat. Zenei felvételeiket a mai napig folyamatosan közvetíti a Szent István és a Mária Rádió. Állandó résztvevői voltak a Kerekisten fája szép 12 ága, az Ég szülte földet, föld szülte fáját című rádió műsoroknak. TV szerepléseik közül megemlíteném a Vigadóban felvett Éljen a Magyar című gálát, Hintalan Lászlóval az Isten tenyerén című filmsorozatot, illetve a Hévízgyörgyi öreg templomba Mackó Máriával forgatott Gyertyaszentelő Boldogasszony című Mária filmet. Szintén a Vigadóban a Rózsát ültettem című gála műsorban, az Elevilágnapján és a népzenei hangverseny az Árvíz károsultak javára adásban szerepeltek Walter Menyhért nével, melyet a Duna TV közvetített. Közös fellépések és felvételek őrzik dalaikat Széles András citera művésszel, Ferenc Éva népdalénekessel és az akkori Gajdos zenekarral. Több élő lemez bemutatójuk volt Budai Ilona népdalénekessel, aki személyesen most nem tud itt lenni, de tolmácsolnám köszöntő szavait. Drága aranytorkú asszonyok! Megkaptam a meghívótatokat, de már a csodás vezetőtöknek is említettem, hogy vidékre, Győr megyébe köteleztem el magamat arra a napra. Nagyon bánt, hogy nem lehetek és nem ünnepelhetek veletek. Ahogyan a meghívót olvasgattam, eszembe jutott a sok gyönyörű és számomra emlékezetes pillanat, amivel megajándékoztatok. Ugye gondoltok néha a csodás erdélyi utunkra, a lemez felvételem szép perceire, a kartali találkozásainkra. Mert én nagyon sokat. Mennyi erőt, biztatást adott nekem a dalolásotok, amit sosem volt módomban megköszönni. Semmit nem feledtem, és mindent köszönök. Hordozzon tenyerén benneteket az élet legvégső határáig a magyarok istene. Adjon néktek erőt, mosolyt, tiszta szíveket és hangokat. A mai naphoz szép éneklést, sok szeretetet kívánok mindnyájatoknak. Őszinte igaz barátsággal, Budai Ilona. Úgy gondolom, e pár kedves sor után sikerült felidézni a felejthetetlen emlékeket, amelyek meghatározó szerepet töltöttek be az asszonykórus tagjainak életében, akik nem csak a helyi közösségi kulturális kincseink őrzését vállalták magukra, hanem ezen keresztül példát mutatva a következő jövő nemzedékének is. Kodály Zoltán szavait idézve, az ének nem a magánosok kettelése, hanem lelki erőforrás, melyet minden művelt nemzet igyekszik közkincsé tenni. A találkozó résztvevői mind ezt a szép feladatot vállalták magukra, amely megbecsülést érdemel. E gondolatokkal kezdjük meg a találkozót színesítő vendégcsoportok bemutatkozását, a fellépőknek sikeres szereplést, a kedves nézőknek pedig értékes feltöltődést kívánok. A Helédi, megérkeztek? Igen, látom közben. Elsőként a Herédi Népdalkört kérném a színpadra. A csoport 2000-ben alakult, énekelni szerető helyi lakosokból. Szívesen és örömmel lépnek fel a helyi és környékbeli világi egyházi rendezvényeken. 2 ezüst, 9 arany, 2 nívódíjat nyertek a különböző szintű országos megmérettetéseken. Ruhájuk eredeti, helyi, ünnepi viselet, amit szinte utolsó percben mentettek meg.
támogatójuk a helyi polgármesteri hivatal és a római katolikus egyházközösség. Műsorukban köszöntő dalok hangzanak fel. Vezetőjük Köles Éva. Felkészül a Hévíz Györki nyugdíjas népdalkör. Nincs zsebkendő,
Vagyok a szeretőmmel haragva, addig leszek szeretőmmel se jaj maradva, míg a búza benne lesz a garagva. Addig leszek szeretőmmel se jaj maradva, míg a búza benne lesz a garagva. Fehéret virágzik a lakásba, nem kell mégem senkinek a megunta bája. A színpadon a Hévízgyörki nyugdíjas népdalkört, amely 1994-ben alakult. Azóta sok helyi és környékbeli rendezvényen nyugdíjas találkozón vettek részt. 2000 óta eredményes minősítést értek el, arany, kiváló arany és Vas Lajos nagydíj. Hatszoros aranypávadíjé tulajdonosok vezetőjük Hajdú Gáborné. Színpadunkon Galgamenti népdalcsokrot énekelnek. Nem messze van ide babant anyája. Ide látszik virágos körtefája. Körtefának a virágja lehull a földre. Szeretjük el egymás baba mörökre. Ne meghátsak. Most is olyan bánat van az árva szívemen, mint őszikla a budai hegyeken. Most is olyan bánat van az árva szívemen, mint őszikla a budai hegyeken. Várni, várni, babám, jaj, de nehéz várni. Jaj, de nehéz háromig várni. Összegyűjtöm a könnyeim tintának. Rózsás leveleket írni.
vasárnap ebéd után, mikor sétál a Hévízgyőr ki fő utcán. Majd beszélek vasárnap ebéd után, mikor sétál nincsen kedvem, már elvitte a gólya. Le is tette a bánatos hajóra. Gólya marad, hozd vissza a kedvemet. Kedvem kívánok.
akkor kérem a főnök asszonyt, hogy jöjjön fel. Hát köszönjük. Asszonykórus, de köszönti a főnök asszonyt. Kicsit elérzékenyülök, mert olyan főnök asszony, aki a Hévízgyörgyi Nyugdíjas Klub néptalkörét is szeretettel a szívébe zárta, és ezt szeretnénk neki nagyon megköszönni, és a további időkben is adjon neki a Jóisten erőt, egészséget. Ezt a virágot fogadja el, őrünk, a csoport nevében. Ez a virág gyönyörű zöld. Én ennek még ilyen virágnak nem láttam virágját, csak zöldbe láttam. Amilyen zöld ez a virág, és télen-nyáron zöldelik, úgy zöldeljen a kártai asszonykórus a vezetőjükkel együtt még nagyon sokáig. Adjon nekik a Jóisten erőt, egészséget! Nagyon szépen köszönjük, és bízunk benne, hogy nem utoljára találunk. Kívánok nekik erőt, egészséget, kitartást a szép énekléshez. Köszönjük szépen! A következő asszonykórus Novaj községből érkezett. Falujuk a Palócfol, Föld és a Matyóföld határán fekszik, így a népviseletük mindkét terület sajátosságait tükrözi. A helyi népi hagyományokat ápolják, melynek megalakulását a Palóc kutatás segítette 1970-ben. Tagjai között vannak olyanok is, akik a kezdetek óta öregbítik a csoport jó hírét, adják át tudásukat, dalaikat a következő nemzedéknek, hogy ők is tovább tudják majd adni a régi novai emberek dalszeretetét, mert a dal csak akkor szól igazán, ha szívből jön. Bimbó Zoltán 1987-től irányítja a Novai asszonykórust, a kórustagok egybehangzó véleménye így szól. A tanár úr vezetésével elértük mindazokat a díjakat, amikre egy hagyományőrző csoport csak vágyhat. Szakmai hozzáértésével sikerült megőrizni az utókornak a tűnékeny dalokat. Többszörös aranypáva díjat, kóta díjat és vaslajos nagy díjat mondhatnak magukénak. Mai műsorukban novai népdalcsokrot mutatnak be. Művészeti vezetőjük Bimbó Zoltán. Felkészül a Bogácsi Pávakör. Engedjék meg, hogy a műsorunk előtt a Novai Asszonykórus nevében mi is sok szeretettel köszöntjük a kartali asszonyokat. Én magam, aki nem nagyon régóta vezetem ezt a kórust, mint tag, azért nagyon megilletődve mondok most pár szót, hiszen elhangzott itt, hogy ez a kórus, a kartali asszonykórus is 1970 óta énekel együtt, a Novai Asszonykórus is 1970 óta működik, és én is 1970-ben születtem, és ez egy olyan érdekes egybeesése most ennek az eseménynek. Kérjük Margitka, jöjjön ki, legyen szíves, vegye át a Novai Asszonykórus ajándékát, és kívánunk nagyon, nagyon sok boldog és egészségben eltöltött évet még a munkájukhoz. Mivel engem
Isten csillagokat teremtett. Véletlenül egy a földre leesett a legszebb csillag a földre, ott ragyog
A Bogácsi Páva körrel már több éves testvérkapcsolatot ápol a házigazda kórus. A népdalkör 1976-ban jött létre azzal a céllal, hogy megőrizze a Palócföld, ezen belül Bogács község népdalkincsét, és azt továbbadja a fiatal nemzedék számára. A Páva kör létrehozója, Kodály Zoltán tanítványa és jó barátja, Bogács község szülöttje Víg Rudolf. A népdalkör tagjai nem csak saját örömükre érdekelnek, hanem gyakorta és örömmel fellépnek a nagy közönség előtt. Az itt daloló pávakörösök azon fáradoznak, hogy a híres Bogácsi termálfürdőbe látogató vendég, ha meghallja őseik szép dallamvilágát, a testi gyógyulás mellett feledhetetlen lelki élményekkel is gazdagabb legyen. A pávakör tagjai lelkes asszonyok és lányok, akik viseletükben, ízes, palócos beszédükben őrzik a tradíciót. Szakmai kapcsolatban állnak a Vas Lajos Népzenei Szövetséggel és a Kótával. Népdalkörük a szakma által elismerten működik, többszörös aranypávadíjas, Vas Lajos nagydíjas, Vas Lajos nívódíjas, és a legutóbbi közül döntőjében kiváló arany elismeréssel részesültek. A mai alkalommal két palócföldi népdalcsokrot szólaltatnak meg. Szakmai vezetőjük Benyovszki Mária. Fogadják őket szeretettel. Felkészül a Kartali Ne Felejts Népzenei Egyesület. Kedves Margó, kedves kartali asszonyok, a mi barátságunk legalább annyi időre nyúlik vissza, mint ennek a szép kerek évfordulónak a fele, ha jól számolom. És azt kívánom a Jóistentől mindannyiunk számára, hogy még legalább 30 évig tartson ilyen szívbéli jó barátságban, és így találkozhassunk. Isten éltessen benneteket, fogadjátok tőlünk szeretettel. Köszönjük a Bogácsi testvéreknek a kedves szavakat, kívánjuk, hogy ők is még legalább 30 évig együtt énekeljenek. Édesanyám rózsafája, én vagyok a Yeah.
Kár egy barna legényt igazán
kis Ján szíve fájni. Ó, te barna regény, mire nézette a napot? Hogy az árva szíve mindig szomorított, mert az árva szívem azt is ki tudja dobogni, hogy egy barna regény soha nem fogja meg. Mert az árva szívem azt is ki tudja dobogni, hogy egy barna legény soha nem fogja megcsalni. Jaj, de soká, jaj, de régen jártam a körösi az ágyadon hálok-e mi? Van kökény fa, de nincs rajta. Van szeretőm, de mi haszna? Én szeretem, ő nem szeret. Jaj, de gyalázatos élet. Édes anyám, udvarába áll egy aranyos diófa. Alatta a kis pejlova, fenyergelve kantáró. Aranyanak az ablája, édes a babám csókja. Lehajtom a bús fejemet, rózsám ölelő karjára. Megüzenem, vagy megírom, vagy még szóval is megmondom, hogy az Isten, a jó Isten egy árva kis járt ne adjon, mert